Április végén a legtöbben még pulcsiban, de olyan is volt, aki kabátban válogatott a zamatos áruból a ménfőcsanaki kézműves és termelői piacon. A gyereknappal összekötött piacnapon már jobb idő volt. Most szombaton pedig már kora reggel is szellős nyári öltözet a javasolt, hiszen a Bezeréri kastély udvarában ismét megnyitja kapuit az egy kosár hazai névre keresztelt vásár. Ménfőcsanaki kézműves és termelői piac nyitja meg a kapuit ismételten az elkövetkezendő szombaton. A piachoz kapcsolódik most egy másik rendezvény is. A helyi lakosok kérése alapján Baba-Mama bőrzét is szerveztem, ahol helyi lakosok baba, gyermekruhákat, cipőket, kiegészítő dolgokat tudnak eladni. A bőrzére egy jelentkezési lapot kellett kitölteni arról, ki mit szeretne hozni. Van, aki a megmaradt pelusokat, mások a babakocsit adják majd tovább. Használt, de jó állapotú baba, gyermek és kismama ruhák, amiket hozhatnak a szülők, játékokat, baba kiegészítő dolgokat, van, aki babakocsit hoz, van, aki egyéb dolgokat. Minden, ami a baba-mama korszakhoz kapcsolódik, az jöhet a kis piacra. A bőrze is a kastély udvarban lesz, ám nem a térköves placon, hanem a kánikula miatt a fák hűvösébe költözik a vásár. Most is lesznek szezonális zöldségek, gyümölcsök, érdekességként pedig fürtőjásból készült kézműves termékek is várják a vásárlókat. Emellett a kismama jogát is ki lehet majd próbálni.